Egy furcsa ősbemutató következik, hölgyeim és uraim, zenei ősbemutató, egy videoklipet fognak látni, amely igazából tegnap estére készült, és ott lett volna a premierje, ám aztán minden másképp alakult, a tüntetés menete is tegnap, így aztán végül is itt lesz az ősbemutatója annak, amit Valla Attila szövegíróként magyarított, szerintem sokak által a Dear Mr. President-ként jól ismert dalra, és amelyet Diószegi Kiki, azaz Kiki Covers énekelt el. De te eleve is csak leginkább feldolgozásokkal foglalkozol. Tehát neked az, hogy most valakinek a dalát elénekled, az önmagában nem új. Az, hogy ez milyen politikai töltéssel bír, az viszont talán igen. Igen, ebben a zenekarban mindenképpen feldolgozásokat játszunk, ezt kezdtük el. A dal úgy született, egy pár hete kerestem meg Attilát, nekem nagyon sok barátom elköltözött külföldre, és a legutóbbi barátom egy nagyon közeli gyerekkori barátom volt, és úgy éreztem, hogy ezt mindenképpen le kéne írni egy dalban. Nagyon fontosnak éreztem, hogy ezt felvállaljam. Te miért vagy itt, hogyha a barátaid mennek? Én itt kezdtem el a dolgaimat, a dolgomat, és nekem a zene nagyon fontos, főleg magyar nyelven, és úgy gondolom, hogy ezt szeretném itt be is fejezni. Uh-huh. Attila, rengeteg előadónak írtál nagyon jó szövegeket. Az egyik legismertebb, leghíresebb szövegíró vagy a magyar pop szakmában. Van annak kockázat, hogyha politikai véleményt formázd a szöveggé. Te nem érezted? Dehogy is nem. Az a gáz, hogy kijött a Napaklip délután, és egy csomó levél jön azóta közel és félközel ismerőseimtől, hogy megosztanám, de nem merem. A múlt héten még megosztottam volna, de a bankot megvette az állam most egy hete, ez ma reggeli levél. És képzeld el az a helyzet, hogy két gyerek apjaként, 47 évesen, amikor a Kiki felkért és megírtam a dalt, utána egy nagy nekibuzdulás után, én neki a Facebookon hintem az igét, néha a gondolataimat, hogy nyilván az ország kezdetével kapcsolatban is hiszem, miért ne. Ott tartottam, hogy Kiki, nem akarod ezt bevállalni, mint te írtad volna? Tehát megjelent a félelemfaktor, aminek aztán, amit természetesen legyőzve, tehát vicces érteni, hogy szóba jöhet ez a helyzet. Az a baj, nem, ez szörnyű. Az a szörnyű, igen, ez nincs benne poén. Az a lényeg, hogy a gyávaság és a félelmen után a visszajelzések ugyanezt igazolják az embereknek, a nagy többségre, eddig is tudtam, tehát egy nonsense helyzetek vannak az országban, nonsense helyzetek. Nézzük meg a klipet, hogy ne csak beszéljünk az Ediről, hanem halljuk és hát ebben a formában lássuk is. Pink dala ez eredetileg 2006-ban Bush elnöknek írta, meglehetősen kemény hangvételű szöveggel egy nagyon szép dalt. Ennek született most magyar változata, a szövegíró tehát Valla Attila, aki pedig énekel Diószegi Kiki, azaz Kiki Covers, tessék, lássuk. Szebb napot, elnök úr, itt minden régi új. Játsszuk el, hogy éppen ez a hely, ahol igaz a szó, semmi csel, szív kell is tiszta fej, ha hó, billeg a hajó. Nem tudom, látod, de még a sok járdán ülőt. Nem tudom, érted, de még a sok könnyet szülőt. Tudod-e tükrödet nézni, és mit látsz? Mondd, mit látsz? Hiszel-e békét, sok a harc, elég, elég. Hiszel békét, hogy rég csak emlék, álmod van-e még? Milyen a tűz után, ezernyi skalp után? Ülj le közénk, nézz ránk, indián, itt légy vidám. Nézz körül, elnök úr, itt nem a fény az úr, itt nem a fény az úr, a szobrot felborul, a szobrot felborul. Hát ne csatázz, játsz mást, és ne vadász,
ne alázz, ez közös ház. Ez a kert, egy örök kert, csak az él, amit öröm rejt. A dalodat unva egy vándor fújta a szívem. A te dalod játszok itt mind, aki bújt is, ki nem. Nyögik neved a gályákban, ahol kín és könyv zenél, de hallgat a zászlónk, bár üvölt a szél. Hiszel a békét, sok a harc elég, elég. Hiszel a békét, vagy rég csak emlék, álmod van-e még? Mi jön a tűz után, ezernyi skalp után? Ülj le közénk, nézd ránk, indián. Te csak kezded a dolgod, ahogyan én is és mások is rég. Mégis te írsz itt sorsot, megmondod merre a jó és a szép. Te csak teszed a dolgod, de homokon épül, hát kártya a vár. Te hívod ki a sorsot, a sorsod, a sorsod. Fejedre omlik a légvár, a légvár, légvár. Indián király. Szebb napot, elnök úr, te magányos kis indián. Hát nem tudom, kellett-e ez bátorság, de majd kiderül, hogy bátrak vagytok-e, vagy csak mondani valótok volt. Köszönöm, hogy elosztáltok a klippet, ez gyönyörű. Köszönöm. Neked még annyi mondani valód volt, hogy kikkel készítetted a dalt, mert azt gondolom, hogy ez fontos és jár nekik. Igen, ez a Kiki Cover zenekar kettő emberből áll, Csordás Balázsból és belőlem, nélküle nem tudtam volna létrehozni ezt a dalt, valamint Radó Éden énekelt a Ez így kerek. Dalban. Köszönöm szépen nektek.